Az elmúlt hét második felében a már hagyományosnak mondható helyszínen Kaposváron rendezték meg az úszók rövidpályás országos bajnokságát. A versenyen képviseltette magát valamennyi jelentős egyesület, és bár akadtak hiányzók, olimpiai és világbajnok úszók is rajtkőre álltak. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői is ott voltak a mezőnyben. 6 versenyzővel voltunk, 4 leány és 2 férfi versenyzőt vittünk a versenyre. Sajnos betegség miatt cserére is szorultunk a fiúknál, de én úgy gondoltam, hogy jól sikerült a csere. Úgy indultunk neki a versenynek, hogy a lányoknál mindenképpen a tavalyi évet szerettük volna megismételni, ami kicsit nehéz volt, hiszen a Dóri ugye Amerikába készült tovább, és ugye amerikai bajnokságokon indul. Ez jellemző volt azért, hogy az Amerikába tanuló versenyzők erre a versenyre nem jöttek haza. A többiek viszont nagyon jól szerepeltek, a serdülő és ifikorú versenyzőkkel is ki tudtunk egészülni. A nyíregyháziak 3 éremmel tértek haza Kaposvárról, és mindhárom dobogós helyezés Stankovics Anna nevéhez fűződik. Első nap volt a 100 mál. Megmondom őszintén, az egy kisebb meglepetés volt mind helyezésben, mind időben, hogy sikerült annyit úsznom, amennyit. Nem igazán számítottam erre, úgyhogy annak tényleg nagyon örültem. Második nap volt az 50 gyors. Ott alapvetően mi gondolkoztunk már érembe, hiszen az áprilisi országos bajnokságon, amit Debrecenben rendeztek, ott is már egy bronzérmet sikerült szereznem ebbe a számba, ami alapvetően nekem még egy új terep. Szerettem volna az, hogyha mondjuk egy ezüst sikerül ebbe a számba, erről sajnos 600-addal csúsztam le, illetve ugye utolsó nap jött össze az arany 50 mellem, itt megint csak 500-addal csúsztam le az országos csúcsról, de majd talán jövőre. Mint Anna edzője, Szollár Gergő elmondta, a következő esztendő programját már az olimpiai kvalifikációt szem előtt tartva állítják össze. A ciklusárat még megcsináljuk ebben az évben, utána lesz egy kisebb pihenője januárig, és januártól kezdődően pedig már az olimpiai kvalifikációs ciklusra fogunk készülni. Ugye márciustól kezdődően lehet kvalifikációs időt húzni az olimpiára, úgyhogy onnantól kezdődően csak az lesz a fókuszban. Nyilvánvalóan még ebben a fél évben szeretnénk lehetőleg gyorsabban megteljesíteni a kvalifikációs időt, de ugye azzal együtt vannak ugye a kvalifikációs idők, hogy az első kettőben kell szerepelnie ugye az utolsó, az záró szituációban. Úgyhogy nyilvánvalóan a puskaport szárazon tartjuk majd, és szeretnénk a megszerzett kvalifikációs időt a lehető legjobban meg is védeni. Úgyhogy ebben nyilvánvalóan egy nyári világverseny még szerepelhet, illetve jövő évben meglátjuk, hogy milyen lehetőségünk lesznek, de alapvetően tervezzük azt, hogy a lehető legtöbb versenyen 50 gyorsan, hogy készüljön ugye az új számában, minél több tapasztalattal tudjon felvérteződni, ami az olimpiára kerül a sor. Ezúttal érem nélkül maradt Barna Bianca, aki egy fárasztó idény végéhez közeledve a junior világbajnokság után kapott némi pihenőt edzőjétől. Ez a 3 hét késődelm és késés pont látszott ezen a versenyen, de én úgy satszoltam, ami teljesen bejött, hogy 200 méter mellett már ismét döntős volt a felnőtt mezőnyben, és 2/10 maradt le a dobogóról. Ő is úgy tudott versenyezni, az a délelőtti ideje már egyéni csúcsbeállítás volt, délután el egy másfél másodpercet javított, bement 30-as idő alá, ami rövid pályán is már egészen jó időnek számít. A végjátékban egy kicsit maradtunk le, nem vagyok elégedetlen. 100 méter mellett ugye átdöntőzött szintén, 50-en viszont B-döntőt nyerte. A nyíregyháziak közül néhányan december elején még medencébe szállnak Szegeden a rövidpályás utánpótlás bajnokságon. December 17-én és 18-án pedig az Iceman városi úszoda ad otthont a ciklus záró versenynek, amelyre 350 indulót várnak a szervezők.